Jó estét kívánok, első vendégem Hiller István, az MSZP parlamenti képviselője. Jó estét. Jó estét kívánok. Azt mondtam a híradóban, amikor a témákat ajánlottam, hogy kettős hatalom alakul ki az egyetemeken. Egyrészt van a rektor, aki a legfőbb ember, és egy ilyen béna rektor lesz, mert gazdasági kérdésekben meg nem ő a legfőbb ember. Ez csak átverte a Fidesz, hiába kapáloztak ellene. Ennyi pártkádernek, vagy ennyi gazdasági kádernek kell még lehetőséget és állást adni? Ez az egyik megfontolás. A másik pedig, hogy az egyetemeknek ősidőktől kezdődően függetlenségük van. Az egyetemi autonómia az nem a modern kor szüleménye, hanem mióta egyetemek, univerzitások vannak, ezt kiharcolták maguknak, és ez azt jelentette, hogy a mindenkori hatalomtól függetlenül ott szabad a gondolkodás, szabad az előadás, és természetesen a megfelelő körülményeket a mindenkori hatalom biztosította. Még köztársaságokról éppen csak szó volt. Köztársasági elnökök meg nem is voltak, amikor az egyetemek ezt a jogot már kiharcolták. Magyarországon is rendszerek jöttek, kormányok mentek, de az egyetemeknek ezt a szabadságát senki nem vonta kétségbe. Orbán Viktor is mindig arról beszélt, hogy az egyetemeknek autonómiájuk van, de most mégis valahogy ebbe az autonómiába becsempészte a kancellári rendszer. Az a szöveg, hogy egyébként az egyetemeknek a szakmai munkáját, az úgynevezett akadémiai tevékenységét, az továbbra is a rektor irányítja, és az egyetem választott testülete, a szenátus az, amelyik jogosult döntéseket hozni, kivéve a gazdasági jellegűeket, mert hogy a gazdasági jellegű döntésekért a kancellára felelős. Na most azt szeretném kérdezni öntől és bárkitől, aki csak egyetem közelébe volt, akár hallgatóként, akár csak az ismerősi körébe. Tessék mondani nekem egyetlen egy olyan akadémiai döntést, aminek nincsen gazdasági, financiális háttere. Én 2 évtizeden keresztül voltam az egyetemen, nagyon szerettem csinálni. De se egy tanulmány elkészítésénél, se amikor nemzetközi kapcsolatokat csináltunk Európán kívül és Európán belül, se akkor, amikor egy doktori védést előkészítettünk. Én nem tudok olyat mondani, ami ne igényelne pénzt. Márpedig abban a pillanatban, hogy a döntésnek, a szakmai döntésnek van pénzügyi háttere, arról már nem dönthet a rektor, nem dönthet a szenátus, hanem a miniszterelnök által kinevezett kancellár felelős. Igen, ezért kérdeztem, hogy ennyi gazdasági pártkatonát kell elhelyezni? 28 állami felsőoktatási intézmény van. Nem gondolom, hogy 28 emberrel megoldódna a kormány holdudvarának ilyen-olyan díjkiosztása. Azt hiszem, hogy másról van szó igazán. Arról, hogy azt a fajta önállóságot, azt a fajta kormánytól független tevékenységet, amelyet egyébként a rektorok minden kormány idején kiálltak. Akkor is kiálltak, amikor mi voltunk kormányon, amikor én voltam a miniszter, akkor is. Ez nem attól függött, hogy baloldal meg jobboldal, hanem volt egy elképzelésük a világról, tudományról. Azért ne felejtsük el, hogy legalábbis eddig a rektorok nem csak úgy kipattantak valakinek az agyából, hanem olyan tudományos életpályát maguk mögött tudó, elismert tudósok, akik egyébként intézményt is tudnak vezetni. De akkor, amikor ezek az emberek vezették az intézményt, és mindenféle szép tudományos dolgokat csináltak, lehet, és gondolom talán ez indokolhatja, mert igazából sosem mondták meg, hogy miért kellenek a kancellárok ekkora hatalommal. Tehát lehet, hogy ebben a nagy álmodozásban, meg akadémiai dolgok véghezvitelében kicsit nem nézték meg, hogy van-e erre pénz, és akkor túlköltötték magukat, és most azt gondolja a miniszterelnök, hogy megállt kellene parancsolni, odarakom a spáhikat, vagy helytartókat, hogy nézzenek a körmére a költekezni kívánó rektornak. Ezt mondom én olyan kettős hatalomnak, ami működésképtelenné teheti az intézményt. És ez nem egy elméleti fejtegetés most. A kormány ebben az esetben készített, csinált egy, nevezzük, gyakorlati háttértanulmánynak. Az elmúlt 2-2,5 évben, itt ebben a stúdióban is többször beszélgettünk erről, például a Corvinuson, ami mégiscsak az ország egyik első egyetemben. Ott volt egy nagy botrány a gazdasági főigazgató és a rektor között. De nem csak azért, mert nem bírták egymás szagát,
hanem arról volt szó, hogy ezt a jelenlegi rendszert, amit most a törvény péntek óta mindenki számára kötelezővé tett, próbálták ki. Volt egy rektor, aki a szenátus döntése értelmében vezette az intézményt, meg volt egy kancellár, aki ellenjegyzett, és csak akkor még nem így hívták. Nem így hívták, de ugyanez volt ténylegesen a jogköre. Kérem szépen, 2 éven keresztül azt hallottuk, hogy nem működik a lift, hogy nincsenek megfelelően a kapcsolatok előkészítve, hogy az oktatást veszélyeztette már egyébként ez a kettős hatalom. Na most szép dolog ez a párviadal, ahogy mondták régen, ha már egyetemi autonómiáról meg 700 éves történelemről beszélünk, duellum, csak az egyetemeket mégse azért csinálták, hogy szép nagy épületek legyenek, vagy hogy rektor és kancellár viaskodjék, hanem hogy tudós emberek a következő nemzedéknek átadják a saját tudásukat, és próbálják őket fölkészíteni az önálló gondolkodásra. A kancellár eleve úgy fog odaérkezni, hogy keresztbe tegyen a rektornak? A kancellár feladatát a miniszterelnök jelöli ki, és azt kell, hogy mondjam, az úgynevezett tulajdonosi érdeket kell, hogy képviselje, hiszen itt az állami felsőoktatási intézményről beszélünk, de a tulajdonosnak mi az érdeke? Tessék nekem megmondani, a tulajdonosnak az az érdeke, amit a kormány nyilván az egy politikai testület, politikai szempontból megfogalmaz, vagy az, amit egy egyetem közönsége, választott vezetői képviselnek. Én egy módosító javaslatban azt javasoltam, hogy próbáljuk már együttműködésbe hozni a gazdasági vezetést, a gazdasági menedzsmentet és a szenátust. Magyarul olyan embert nevezzen ki a miniszterelnök a megmondott jogkörrel, akit a szenátus előtte megszavazott, jóváhagyott. Onnantól kezdődően, hogy ez az ember élvezi az egyetem bizalmát, nyerje el azt a jogkört, amiről beszél a kormány, de hát természetesen lesöpörték. És kérem, hogy egy mondatot még, ami most először fordult elő, nem az oktatásról szól, de jól mutatja, és mivel ez a törvény volt az első elszenvedő alanya, hát 2 másodpercet szálljunk ennek. Mégiscsak a magyar oktatásügyről van szó, a magyar felsőoktatásról, több százezer hallgatóról és az ország szellemi elitjének ilyen igen jelentős részéről. Az, hogy mi lesz az intézményeinkkel, azt a Magyar Országgyűlés oktatás ügyekkel is foglalkozó bizottsága nem tárgyalhatta. Ez azoknak a parlament... Azért, mert az új szabály, minden szabályosan történt, és az, ami szabályosan történt, fölháborító, tragikus, és a tragikus... De miért nem tárgyalhatta? Azért, mert a kormány úgynevezett sürgősségi eljárással nyújtotta be ezt a törvénymódosítást. A sürgősségi eljárás persze azt jelentette, hogy a benyújtás és a tárgyalás között 10 nap volt, de a sürgősségi eljárásnak az a leírása, ami lehet, hogy eljárásjogilag nem érdekli a nézőket, de az eredmény meg igen, hogy az a szakbizottság, amelyről tételezzük fel, hogy olyan képviselők ülnek benne, akik jelen esetben az oktatásügyhöz jobban kapcsolódnak, mint más szakterülethez. Ez a bizottság ezt nem tárgyalhatta, csak egy nagy bizottság, ez az úgynevezett nagybetű stab, a törvények előkészítéséért felelős bizottság, és miközben a két bizottság egyidejűleg ülésezett, én értelemszerűen az oktatásinak vagyok tagja, hát fölösleges volt elmenni abba a bizottságba, ami egyébként nem tárgyalta a törvényt, hanem szépen átbattyogtam a TAB ülésére, ennek a főbizottságnak az ülésére, ahol oktatási ügyekbe kértem felszólalást. De szerkesztő, azért valahol mégiscsak a közrehely. Hogy akkor az oktatási ügyekkel foglalkozott, azt nem tárgyaljuk. Már olyan értelemben, hogy nekem például az, hogy valaki rektor lehet egy egyetemen úgy is, hogy nincs meg a megfelelő végzettsége. Nem, hogy a megfelelő végzettsége, hanem hogy semmilyen fokozata nincs. Na például ezt a passzust, ezt ennek a bizottságnak a módosító indítványa hozta be, miután egy fideszes képviselő úr ezt beterjesztette, aztán fél napon belül visszavonta. Miről is van szó? Arról van szó, hogy 2 területen, a művészetek területén és a sport területén, 2 intézmény, a Magyar Olimpiai Bizottság, a másik meg a Magyar Művészeti Akadémia előterjeszthet a köztársasági elnöknek, hogy valakiből lehessen egyetemi tanár, akinek egyébként semmilyen tudományos előélete nincs, ám olimpiai bajnok, és vagy
másik területen Kossuth Díjas. Nagyon nem szeretném, hogyha ízetlen vita lenne, mert óriási dolognak tartom, hogyha valaki egy művészeti teljesítményért Kossuth Díjat nyer el. Vagy hogy az országunk dicsőségére, meg a saját tehetségére olimpiai bajnok. De, hogy egyetem vezetője legyen, hogy egyetemi tanár legyen vagy lehessen. Az, hogy valaki olimpiai bajnok, az nem jelenti azt, hogy a következő nemzedéknek ezt professzorként el tudja mondani. Ha valaki csodálatos szobrász, az nem biztos, hogy azt az ő tehetségét a következő nemzedéknek el tudja mondani. Következésképpen ez tényleg egy olyasfajta beavatkozás, ami sajnos azt kell mondjam, hogy politikai célzatú. Itt a tudománynak, tudományosságnak ehhez az ügyhez nincsen köze. De mi a politikai célja, hogy Mocsai Lajos a Fidesz embere, mint kézilabda edző, és akkor legyen ő a rektor? Hát ennek mi a politikai célja? Én nem akarok, meg nem tudok alátámasztani egy nevet. Mert a politikai cél, akkor Schmidt-párt kellett volna kinevezni rektornak rögtön. Hát és az egész szituáció arcú csapása lett volna ez az egész. Hát azért irtózatos nagy szakmaiságot nem bírok ebbe felfedezni. Következésképpen bizonyos más tapasztalatokból azt a következtetést vonom le, hogy a szakmaiságot sikerül úgy félretolni, hogy ennek politikai alapja van, és még egyszer mondom, nagy tisztelet annak, aki olimpiai bajnok. De azt feltételezni, hogy ettől egyetemi tanár, és el tudja magyarázni, el tudja mondani a következőknek, ezt nem hiszem. A Klikkről majd legközelebb. Köszönöm szépen, hogy én is köszönöm.